Lehet, hogy ez a ultraszéles 4K-2K-s LG monitor a legjobb választás 2022-ben? Lehet, de nem biztos. Oké, ebben a videóban minden frusztrációm ki fogom fejezni a legutóbbi monitor választásom kapcsán. A jó dolgokat, rossz dolgokat és a nagyon durva dolgokat. Igen, durva, ugyanis van ennél jobb választás. Vagy nincs? Hiszen a külső monitorunk egy annyira központi szerepet játszik az asztal felépítésünkben, a setupunkban, és egy nagyon komoly döntési érvet fogok hozni a videó végén, ami lehet, hogy meg fog lepni, úgyhogy mindenféleképpen nézd meg végig a videót. Nagyon gyorsan menjünk végig a specifikáción, a különböző technikai adatokon, és kb. Ennyi is lesz a pozitív része az LG 34WK 95U-W-nek. A content creatoroknak, tartalomgyártóknak, fejlesztőknek, programozóknak készült egy 21.9-es ultraszéles 5K nano IPS monitor, ami 5120x2160-as felbontást 60 Hz-es frissítéssel tud megcsinálni. Az LG leírása szerint több milliárd színt tud, nagyon pontos, a dinamikus tartománya konkrétan Display HDR 600-as, ami a HDR 10-es kategóriába teszi, a kontraszt aránya 1200 az 1-hez, és a maximum fényereje 600 nit, mint az Apple Studio monitornak. És azt mondja az LG, hogy 5 millisekundumos a reakció ideje, és van rajta egy reflekciógátló tényező. A portok tekintetében van Thunderbolt 3, USB-C, egy DisplayPort, 2 HDMI, 2 sima AS USB, egy audio, és amúgy nem csak jack, hanem egy 5 wattos kis sztereó hangfal be van építve, de hát ki használná azt. Visszatérve a Thunderbolt 3-as csatlakozóra, mindig nagyon imádtam, hogy egy ilyen csatlakozóval össze tudom kötni a gépemet, egyszerre tölti, ki tudom tenni rá, nagyon király. Azt mondja az LG, hogy 40 gigabit per szekundumos az adat továbbítás, és 85 wattig tudja tölteni is az aksit. Nagyon-nagyon, azért nézek ide, mert ugye itt van a monitor, vékony a széle, gyönyörűen néz ki a dizájnja, és van rajta ugye egy VESA mount, amivel, hogyha felrakjuk úgy az asztalra egy ilyen kis állványra, teljesen úgy néz ki, mintha lebegne, és szinte nem is lenne széle. És ez így is van papíron, és hogyha ezt nézzük meg, akkor tényleg ez a legjobb választás, gyönyörű szín, dizájn, nagyon nagy a felbontása, de ez papíron van. A valóság az én meglátásom szerint teljesen más. Úgyhogy hadd mondjam el, hogy mi az én benyomásom, és nagyjából ez lehet mindaz, amit negatívnak tartok a monitorral kapcsolatban. Valóban kreátoroknak, tartalomgyártóknak készült, és nagyon jó ötlet ez az ultrawide 21.9-es felbontás, és az, hogy 4K, 2K-s. De a probléma az, hogy sose fogod teljes felbontásban használni, mert annyira pici lesz minden, hogy szinte olvashatatlan. De akkor mi a következő felbontás? Ezt figyeld, 3008x1269. Ez micsoda? Azon túl, hogy egy teljesen furcsa számról beszélünk, ez még nem is 4K. Az én régi 27 colos UL850W-s LG-m 3840x2160-at tudott, és nincs semmi a kettő között ennél az ultrawide-nál. Tegyük fel, hogy ezt a teljesen elfogadhatatlan tényt elfogadjuk, megbékélünk vele, menjünk át, hogy milyen a képminőség. Egyszerűen nem tűnik ennek a retina minőségnek, és tudom azt, hogyha egy videón keresztül nézed, nem ugyanolyan, tehát menjél valahol, nézd meg élőbe, de itt annyit el kell, hogy mondjuk, hogy egyszerűen nem jó ránézni. Mit értek ez alatt? Úgy általánosságban, hogyha a szövegre nézünk, olyan pixelesnek néz ki, teljesen ilyen sápadtak a színek, nem élnek, hogyha mellé teszem a MacBookomat, akkor úgy érzem ezzel a kijelzővel, mintha egy ilyen 90-es évekbeli kijelzőt néznék. És értem, hogy 600 nites és HDR 10-es szint, de ez papíron van, és egyszerűen mindennapi használatban nem érzem ezt a magas minőséget. Egyszerűen rossz.
kimondtam, ki kellett mondanom. Beszéljünk a portokról. Tényleg nagyon sok portja van, de ez a 40 gigabit per szekes és 5 másodperces reakcióidő, illetve millisekundumos, egyáltalán nem úgy tűnik. Konkrétan néha van olyan, hogy 10-20 másodpercet kell arra várnom, hogy egyáltalán felébredjen a monitor. És ami ennél rosszabb, néha fel sem ébred. Tehát konkrétan azt kell csinálnom, hogy a összehajtott, ugye zárt módban lévő notebookomat ki kell vennem a dokjából, ki kell nyitnom, felébresztenem a notebookot, ami persze egyből reagál, és aztán várni a monitorra, hogy kegyeskedjen arra, hogy reagál valamit. És ez elég sokszor történik a monitorral, a MacBook-kal külön persze sose. Megnyomok egy gombot, és már be van kapcsolva. Úgyhogy köszi LG, köszi Thunderbolt 3, de beszéljünk a többi portról. Nyilván, hogyha egy ilyen monitort nézel, akkor több perifériát is szeretnél használni. Kipróbáltam, úgyhogy mondjuk egy USB mikrofont csatlakoztatok rá, egy külső Winchestert, egyszerűen nincs elég erő benne, vagy valamiért nem működik. Vagy el sem indul, nem észleli a perifériákat, vagy hirtelen csak kidobja a, mondjuk a külső lemezemet, ami baromi ciki. Nyilván, ahogy ugye mondtam, hogyha egy ilyen monitort keres az ember, több perifériája van, és szeretné, hogy megbízható legyen, mit tud csinálni ilyenkor az ember, beruház egy külső dokra, például a Sonet Echo 11, vagy az OWC-nek van a Thunderbolt 3-as dokja, ez olyan 170 ezer forint. De hogyha már az árat említettem, ez a monitor olyan 450 ezer forintba kerül. Nem olcsó. És egyértelműen egy ilyen árért már jóval többet szeretnénk kapni, vagy csak az, hogy működjenek a dolgok. Viszont hogyha még ehhez hozzáadjuk a doknak az árát, akkor olyan 630 ezer forintnál tartunk. Ismerős ez a 600 ezres árkategória? Az Apple-nek a Studio Display, ami megjelent nemrég, az 659 ezer forint. És ez ugye a doktól függően, hogy milyen dokkot választunk, vagy ugyanannyi, vagy pár tízezres különbség van közte. Szóval ugye a nagy kérdés az az, hogyha keressük a legjobb megoldást, és ilyen büdzsében gondolkozunk, lehet, hogy sokkal jobban jársz az Apple Studio Display-jel. Igen, elveszítjük ezt az ultraszéles arányt, és a leírt HDR kapacitást, nem lesz 30 plusz incses monitorunk, de hát amúgy is ugye az Apple Pro Display XDR az ilyen 2 millió forint, de valós 5K-t fogunk kapni, ugyanúgy 600 nitet, gyönyörű színekkel, nagyon jó dizájnnal, és portokkal, amik működnek. 3 USB-C, 1 Thunderbolt 3, és szerintem a ma elérhető legjobb minőségű beépített kamerát, és ugye az Apple-nek van ez a center stage-e, és a kamera mellett a monitoron belül legjobban hangzó hangfalakat kapjuk. Lehet, hogy fog még így is kelleni valamilyen periféria vagy dangle dolog, de ha például az új MacBook Pro-d van, akkor abban már van SD kártya olvasó, 3 Thunderbolt 4-es, egyedül mondjuk egy Ethernet port hiányzik. De mégis olyan kompaktnak tűnik az egész. A döntés természetesen a tied. És emlékszel, hogy a videó elején mondtam, hogy fogok mondani egy megdöbbentő dolgot? Mindezek ellenére, hogy ennyi bajom van, és ennyire tetszik az Apple Studio Display. Mivel nekem már vannak külső dokjaim, és megvan ez a monitor, nem tudom árszempontjából igazolni azt, hogy akkor csak a monitort lecseréljem, hogyha már investáltam különböző dokkokba. Ha nem lenne mindez, akkor nem lenne kérdés. De ugye annyi mindennel van kapcsolatba az, hogy milyen monitorunk van, milyen a számítógépünk, hogy rendezzük el az asztalunkat, milyen eszközöket használunk annak érdekében, hogy a legproduktívabbak tudjunk lenni. Erről készítettem egy Studio Desk Office, Home Office Tour jellegű videót, amit hogyha ide kattintasz, meg tudsz nézni. Amellett, hogy folytasd ezzel a videóval, remélem tudok adni néhány jó inputot,
Írd meg a véleményed a kommentbe. Te milyen monitort használsz, mit szeretnél, mi az, ami fontos neked. És ha most találkoztunk először, és végignézted ezt a videót, akkor a kommentelés után lájkom, feliratkozás a kis csengővel, és remélem, hogy valamelyik videómban, például ezekben fogunk találkozni. Köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!